A Dino Sport híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szervíz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Csábi József, a magyar labdarúgó válogatott másodedzője. Szervusz, üdvözöllek! Napot kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Most egy kis csend van, pauza van ilyenkor a magyar labdarúgó válogatott házatáján? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy soha nincs csend, sőt most már pont a mai nap folyamán tartottunk, mert minden hónap elején is szoktunk, és minden hét elején is szoktunk egy ilyen munkaértekezletet tartani, hogy ugye egy hónap múlva ismét mérkőzésünk lesz, tehát itt most már... Pontosan hol is, kivel? Kuvaittal fogunk játszani Győrben, ha minden igaz. Ezek még viszonylag úgymond friss dolgok, tehát igen, két-három most hetes. Már én úgy tudom, hogy teljes mértékben eldőlt, az időpont kérdéses még ugye a televíziók miatt, meg különböző egyeztetések miatt. A helyzet az az, hogy más ellenfél is volt a pakliban, Izlandról volt szó, csak aztán Izland lemondta, mert nekik az időpont nem volt megfelelő, mert pénteken, mi hétfőn játszottunk volna velük, és tehát a lényeg az, hogy ők pénteken világbajnok is elejtezőt játszanak, és ezáltal kellett másik ellenfelet keresnünk. Ez realizálódott, tehát egyértelműen készülünk erre a mérkőzésre. És mivel mindenhol a bajnokság hajrájához érkeztek a csapatok, olyan nagyon sok lehetőség már nincs a formába kerülése, tehát nagyon képben kell lennünk minden információt illetően. Kuvait. Izgalmas lesz, hogy feladat ez? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát a válogatott mérkő, tehát egy, ilyenkor már nagyon-nagyon nehéz ellenfelet Európából szerezni, sajnos így alakult, ahogy ez történt. Én mindenképpen azt gondolom, hogy játszani mindenképpen kell, tehát nem akartunk mérkőzés nélkül maradni, éppen ezért mi örülünk annak, hogy lesz egy válogatott mérkőzés, remélhetőleg hasznunkra fog válni mindenképpen. Itt gondolom az lesz az első számú feladat, hogy újakat kipróbáljatok, vagy inkább a magot még jobban szokjanak egymáshoz, és őket játszatni. Is-is. Tehát azt kell mondjam, hogy is-is. Azért a folytonosságot és a stabilitást azért miatt két év alatt próbáltunk és törekedtünk erre, de hangoztattuk és ehhez tartottuk is magát, gondolom magunkat, hogy a magyar válogatott ajtaja itt áll. Sajnos egy picit nyilván még keretet nem hirdettünk, sőt még nagyon sok variáció van a fejünkben nekünk is. Sajnos kényszerből is, a Szalai Ádám, a Hajnal Tamás sérülései kapcsán természetesen keressük azokat a megoldásokat, ami az ő hiányukban megoldást adhatnak. De hangsúlyozom, egyértelműen minden áron és minden formában, minden gondolatunk az őszi mérkőzés kapcsán van, a világbajnok is elejtező kapcsán, és ennek jegyében fog történni ez a kerethirdetés, és ennek jegyében csináljuk ezt, abszolváljuk remélhetőleg ezt a júniusi mérkőzést is. Örültök neki, hogy így kitolódott, mert ugye év végén mindenki arról írt, beszélt, na majd március sorsdöntő lesz, akkor ott kiderül, hogy merre, hogyan tovább. Most ahhoz képest igazából nem történt előrelépés, most ugye szeptembert neveztük meg úgymond sorsdöntőnek, amikor eldől, hogy valóban van-e esélyünk a másik helyet megszerezni. Először azzal kezdeném, hogy hátralépés sem történt. Tehát... Nem maradtunk ott, ahol voltunk a másik helyen. Természetesen, hát most már kár azon bánkodni, mi lett volna, hogyha az utolsó pillanatban a románoktól nem kapunk gólt. Bár azt gondolom, nagyon sokan eljátszunk a gondolattal, hogy most akkor hol lennénk, akkor sem dőlt volna el a dolog, de nyilván sokkal kedvezőbb helyzetben lehetnénk. Én azt gondolom, és egy kicsit tréfásan azt mondtam, hogy majd akkor a végére hagyjuk a csattanót, a pozitív csattanót. Igen, bocsáss meg, de akik a sorssal foglalkoznak, azok meg azt mondták, hogy viszont akkor a török védő sem adott volna gólpaszt a magyar csatárnak. De hogyha nincs az a román gól, mi nyerünk románok ellen, akkor sorszerűség miatt, akkor viszont a török védő sem fogja oda passzolni a labdát a nem csak ki ez, aki ezt mondta, én nem értek vele egyet. Tehát... Mert ugye a sors az a labdarúgásban szokás mondani, hogy mindig kiegyenlítődik valahol. Hát, jó. Főleg ezt a rossz játékot ítéletek után szokták mindig mondani, hát, hogy nyugodjál igen. Meg, vagy a sors visszaadja. Az élet hosszú távon persze kiegyenlít, én is azt mondom, éppen ezért reménykedem, mert azért már volt. De hát természetesen nem a sorsban kell nekünk bíznunk, hanem saját magunkban. Én azt hiszem, hogy
hogy valóban, tehát a kérdésedre válaszolva, valóban jön egy ősz, ahol sok minden még annál is több el fog dőlni. Hozzáteszem, nagyon bizakodóak vagyunk az elmúlt két év és az elmúlt két és fél év, azt gondolom, hogy bizakodásra ad okot a válogatott kapcsán, még akkor is, hogyha ha mélyén, nagyon mélyen elemezzük azt, hogy a klubukban mennyien játszanak, vagy mennyien nem játszanak, vagy hogy melyik csapat honnan tud meríteni, valóban ebben a helyzetben egy picit talán még lehetne mit javítani a magyar labdarúgásnak, de idáig is így volt, és mégis tudtunk teljesíteni, azt gondolom. És valóban a márciusi két mérkőzése nem dőlt el semmi. Ez jó vagy rossz? Szerintem jó. Mert igazából a végén, amikor végén csattan a csattanó, az igazából ostor, remélhetők jó irányba és jó hangzással. Hangsúlyozom, tehát itt most persze hátrébb dőlhetnénk, hogyha két ponttal beljebb lennénk, ezáltal a románok egyel kijebb. De hát én azt gondolom, hogy tovább kell mennünk az úton. A mérkőzés, az itteni budapesti mérkőzés sem mindenki láthatta, hogy abszolút van esélyünk, pariba lehetünk a románokkal, annak ellenére, hogy a merítés alapuk még mindig több, hogyha ezt nézzük. Csak egy példát mondok, hogy addig, amíg egy állandó baloldali védőjüket, a Rátot, aki a Shakhtar Donetsk alapembere, ellenünk lecserélte egy Rádura, aki a Lációnak az alapembere, hát nem tudom, hogy mi ezt mikor tudnánk megcsinálni jellemen állás szerint. Remélhetőleg a jövőben lesz rá módunk majd, hogy azért így tudunk majd az emberekkel idézőjelben játszani. De hát én azt gondolom, hogy szerintem, hogyha a rajtnál valaki azt mondja, hogy 6 fordulóval, vagy 4 fordulóval a vége előtt, vagy 6 fordulóval a kezdés után a magyar válogatott pont forral a második helyen fog állni, én azt gondolom, hogy szerintem akkor elfogadtuk volna, és hát evés közben jön meg az étvágy. Te mit érzel a szurkolói vízhangból? Bizakodóak, vagy most már lehet kicsit elvesztették a bizalmukat? Abban a szempontból, hogy a másik helyet megcsípjük. Én azt gondolom, hogy én még most is azt érzem, hogy bizakodóak. Tehát nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, talán többet olyat, ami a pozitív. És természetesen van olyan hang is, hogy hát a Törökországban miért nem tudtunk nyerni, vagy a románokat miért nem tudtuk megverni. Tulajdonképpen igazából ezért mondtam én azt mindig, hogy Magyarország azért a 10 millió szövetségkapitány országa, tehát el kell fogadni ezeket a véleményeket természetesen, és ha lehet, talán még épülni is belőle, lehet, hogy az ebből lévő tapasztalatok hasznosításával még mi is előrébb tudunk lépni, de összességében én azt gondolom, hogy mindig pozitívak az emberek, hál' Istennek, valahol egy picit én nem is érteném, ha nem így lenne. Igen, na azért, mert az egyik sportnapilap, hogy csinál egy felmérést, ami szerint csak a 37%-a szerint lesz meg a pótselejtező hely. 37%-a. Ugyanakkor ugye Egerben Sándor ugye azt nyilatkozta abban időszakban, hogy több mint 50% az esélye a pótselejtezőre. Tehát most jelen pillanatban, hogyha ezt összeteszem egymás mellé, akkor a szakmai stáb jobban bízik. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor indult az egész, akkor hány százalék Igen. adott volna esélyt. Én biztos vagyok benne, hogy a 37-nél kevesebb volt az, aki reálisan nézte a magyar labdarúgás helyzetét, összehasonlítva a román, a török, a holland, az észt, mert azért ne felejtsük el, hogy az észt válogatott az Európa-bajnokságon pótselejtezős volt. Tehát, hogyha amikor indult ez a sorozat, akkor hány százalék volt? Mindenképpen szerintem ez a 37%, ez több, mint akkor. És ez már azért eredmény. Az, hogy mi most ebben többet látunk, természetesen nekünk talán több olyan optimális, vagy akár még szubjektív adatok, vagy információnk vannak, amit miért ne. Mondom, tehát ez nem a kincstári optimizmus. Végig lehetne menni az elmúlt két éven. Biztos, hogy voltak olyan mérkőzések, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de összességében nagyon sok olyan mérkőzés volt, amiből lehet építkezni. És itt nem csak a svéd, meg a
török csapat legyőzését gondolok. Én csak gondolok egy olyanra, hogy egy izlandi válogatott idejött és rúgtunk nekik 4 gólt, rá egy hónap múlva ez az izlandi válogatott elment Norvégiába, és a 90. percben egy 11-esből kapott ki. Vagy a Liechtenstein meg tudtuk verni 5-0-ra. Mindenki azt mondta, hogy hát ez nem nagy dolog. Igen. És most én visszanéztem, a Liechtensteinnek 4-nél többet az elmúlt 3 évben csak a spanyolok tudtak rúgni. Tehát ezek apró dolgok, a döngetés véget, bocsánat, hanem valóban ezek olyan adatok, statisztikák, vagy bármi, amiben én bele lehet kapaszkodni, és igenis bizakodnunk kell, és lehet. Lehet és kell. Ugye mindenki Romániára hangol, készülődik, sportdiplomáciai szinten is. Tényleg felvetődött, elképzelhető, hogy zárt kapus lesz? Én nem tudok róla. Lehet, hogy én vagyok lemaradva, de én nem tudok erről. Mert ugye még a holland-román mérkőzésen elkövetett dolgok miatt vetődött ez fel. Őszinte legyek, akkor nem mennék bele szívesen, mert én megfogadtam, hogy én utólag nem fogok erről véleményt nyilvánítani, bár hozzáteszem, biztos, hogy abban az utolsó 4 percben nekünk az a 40-valány ezer ember biztos, hogy nagyon jót tett volna. Ha mégis zárt kapus lesz valamioknál fogva, az előnyt jelenthet? Jó kérdés, ezen még nem gondolkodtam. Passz. Nem tudni. Passz. Ha kint X van, nem kapunk ki, nem is nyerünk, azt hogy értékelnéd? Őszintén? Én nem rosszul. Ugyanis akkor még mindig nagyon nyílt lehetne a helyzet. Bocsáss, ne számolgassunk. Csak azért vetettem fel, mert viszont a legtöbben erre szavaztak, hogy döntetlen szagú mérkőzés lesz a román-magyar. Ja, ha most itt egy borítékban nekem ezt le kellene írnom, nagyon szívesen megteszem. Én már számolgattam otthon, mert kicsit furcsán nézett volna ki, ha nem teszem. De nyilván nem ebbe kell bíznunk, persze, hogy most számolgatunk ki, kivel, merre, meddig nekünk saját magunkat kell nézni, de ha már számolgatunk, akkor az én saját személyes véleményem, ezt még talán a stábbal sem egyeztettem, akkor még úgy is alakulhat nagyon jól a helyzet. Több okból kifolyólag is, amit szívesen majd elmondok, de talán ez kicsit hosszabb, mint a műsorunk. Vérszag, a törökök megérezhetik a vérszagot, stb. A török csapat azért, azt ne felejtsük el, szerintem egy nagyon-nagyon jó erőkből álló válogatott, és még a hátralévő 4 fordulóban még mindig velük is lehet és kell számolni szerintem. Tényleg, javítsák ki. Jól emlékszem, mostában, mint a felvetődött volna, hogy román labdarúgó válogatott élén váltanak, aztán végül is nem lett váltás. Mert nem találtak megfelelő embert, illetve aki lett volna, az meg nem kellett a szövetségnek. Illetve akik meg jók lettek, ők meg nem érnek rá. Tehát volt egy ilyen hír. Mégis minden marad a régiben. Ezek szerint tényleg nagyon-nagyon jó tájékozott vagy. Én nem, tehát ennyire mélységben nem kaptam információt. Tény is való, hogy a románok a két eredmény kapcsán inkább úgy mondom, sőt, inkább az ellenünk Budapesten a mutatott játékuk alapján is azért el voltak nagyon keseredve, és voltak ilyen negatív visszhangok, de hát én megmondom őszintén, hogy én azért csodálkoztam volna ezen, mert a kapitányuk, a Picurka szerintem az elmúlt 1-1.5 évben nagyon-nagyon jól dolgozott. Nagyon-nagyon összerakta, saját racionális elvek mentén építi ezt a válogatottat. Valóban ugye ellenünk lévő, hát az eredmény az ugye nekik egy nagyon hízelgő volt a mutatott játék alapján, és utána ugye kikaptak Hollandiába is. Természetesen biztos, hát ott is voltak elégedetlenkedők, de én meglepődtem volna ezen a cserén, mert mondom, szerintem jó kezekben van. És igazából azon a mérkőzésen számomra az jelentette idézőjelben most így utólag már a nagy fájdalmat, hogy tényleg olyankor kaptuk már azt a gólt, amikor már az ő a kapitányuk, tehát a Picurka is feladta. Mert azért, aki őt figyelte, az láthatta, hogy ő egy ott az egész mérkőzés alatt, nem csak ezen, több másik mérkőzésen is, a vonal mellett ég és kiabál, és az utolsó 10 percben a cseréje után követően leült. És talán őt lepte meg legjobban, hogy kiegyenlítettek. De hát mondom, ezzel most már nem nagyon kell foglalkozni. Jó, a jövővel ne foglalkozunk akkor most egyelőre, mert felesleges, úgyis jön a meccs, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz.
ne is számolgassunk, így van. Az elmúlt két év alatt miben fejlődött a magyar labdarúgó válogatott? Ha meg tudnád így konkrétan fogalmazni, amit mi egyszerű szurkolók is úgy láthatunk, vagy láthattunk. Hát mindenképpen volna. Én azt hiszem, most erre kérdése konkrétan nem voltam felkészülve, hanem most tényleg rögtönzök. Én azt hiszem, hogy egy teljesen más mentalitású, teljesen más, egységesebb, a szószoros értelemben csapatként funkcionál a válogatottat lehet szerintem tapasztalni. Őszintén megmondom, a török mérkőzés után is nagyon sok ilyen visszhangunk volt, és ez hál' Istennek, nagyon örültem neki, mert ez azért hozzáteszem szakemberektől, akik ebben megerősítettek bennünket. Mert most elmondanék, hogyha van időnk egy pár mérkőzést, tehát kezdhetjük a finn mérkőzéssel, ahol ugye 86. percig vezettünk kint Finnországban. Kiegyenlített a finn csapat, egy magyar csapat ebben a helyzetben szerintem foggal körömmel védekezett volna a eredmény megtartása. Mi belementünk egy adókapokba, kijöhettünk volna belőle rosszul is, mert a Litmán ennek ott volt a nagy helyzete, de nyertünk a 90. percben. De folytathatom ezt a holland mérkőzéssel, a kintivel, amikor ugyanígy belementünk egy adókapokba 3-3-nál, mert a 78. percben még 3-3 igen. volt, úgyhogy kétszer sikerült kiegyenlítenünk. Hát a holland csapat annál jobb volt, hogy ezt ne használja ki sajnos. De folytatottam a svéd meccset, ahol vezettünk a svédek ellen, a svédek kiegyenlítettek itthon, és volt egy hullámvölgy, de ez a csapat még mozgosította az ember felettit, és a 90. percben tudtunk nyerni. Vagy mondhatom a prágai mérkőzést, ahol egy Európa-bajnokságra készülő csehek ellen vezettünk, majd kiegyenlítettek a csehek, és nyomtak, és volt a 90. percben, biztos emlékszik mindenki, egy a kapusuk mentett, és az oldalvonalon 90. percben általában kiszokták engedni a labdát, jön a baloldali védő, majd bedobja, majd jó ez az eredmény, már nem ott a Balázs levette, rúgott egy nagy keresztet, Ádám Gyurcsó levette, berúgta hosszúba, tehát én azt gondolom, hogy természetesen volt másik oldal is, hát sajnos a román mérkőzés, de ott sem volt benne a mérkőzésben az, hogy itt most a románok ki fognak egyenlíteni. Tehát hiába volt náluk többet a labda, nem volt benne a mérkőzésben. És itt a török mérkőzésen is, hogy egy hihetetlen nyomás alatt játszott a csapat, mert a törökök azért mindent egy lapra feltéve játszottak, és a vezetésük után is tudtunk újítani, és nem kiegyenlíteni. És, tehát ezek mind szerintem, nekem ez az érzésem, remélem, hogy többen ezt, mint ahogy ideig is megerősítettek, mert hogy mentálisan nagyon erős csapattá tudtunk válni. Ez adja az optimizmusát. Józsi, mikor elolvassátok az újságcikkeket a mérkőzések után, megszoktátok úgy közösen beszélni, elmondjátok a véleményeteket? Na ez milyen butaságot írt, ez jó rá talált. Tulajdonképpen a kapitány úr az annyira nem. De mi az Imrével el szoktuk olvasni, uh-huh. és megosztjuk a véleményünket, vagyis pontosabban belbeszélgetünk. Természetesen vannak olyanok is, akiket teljesen elfogadunk, teljesen reális. Tehát, hogy mondjam, a kritikát is el kell viselnünk, sőt, az építő is lehet, tehát abból is lehet épülni. Itt igazából a jó vagy rossz indulatot kell szerintem nézni, mint ember. Uh-huh. A magyar futball szempontjából még az sem. Ha a kritikát emlegetted, ha jól emlékszem, ha nem, akkor javíts ki, legtöbben inkább csak a magyar csapat védelmét kritizálták. Arra volt a legtöbb kritika. Jól emlékszem? Hát az elmúlt két és fél évben igen. Talán jogosan is, mert valóban azt kellene még mindig azt mondom, stabilizálnunk egy kicsit. Mi a gond? Törökországban egy kicsit talán Személy nem jó, kellene még egy jobb valaki valahová, vagy... Azért azt az látszik, hogy az elmúlt két és fél évben azért keresgéltük a megoldást, tehát és nem azért, mert és nem azért nem találtuk, mert szerintem nem akartuk, vagy még mindig jobbat akartunk, hanem egyszerűen a jobboldali védő, a baloldali védő, ugye emlékezzünk rá, hogy szinte másfél-két évig ez egy központi téma volt, nem csak nálunk, hanem a sportsajtóban is. Én azt gondolom, hogy szépen lassan ez azért kialakul, remélhetőleg. Mondom, Törökországban már voltak biztató jelek. Valóban ez a személyes véleményem, tehát a magyar válogatottnak a támadó szekciójában, ha mindenki egészséges, hozzáteszem, mert azért jelen állás szerint sajnos nem így van, azért egy nagyon komoly
De még ezt mondom, hogy Európa szintű, Európa élvonalához tartó szintű támadó futball tudunk produkálni, de hát most ebben nem nagyon akarok belemenni, természetesen ez akkor működik, hogyha van egy stabilitásod, vagy hát oda-vissza megy a dolog. De valóban, tehát a kritika a hátsó alakzatunkat érte, de hát mi csapatként funkcionálunk, tehát a kettőt külön választani én azt gondolom, hogy nem szabad és nem is kell. Tehát én azt látom és azt gondolom, akkor ebből kiindul a Kuwait ellen, például lesz valami új ellen, vagy új személy, vagy valami? Hát az előbb említettem, hogy természetesen lesz egy olyan felkészülési mérkőzés, ami benne van a nevében, hogy fel kell készülnünk a következő időszakra. Ebben az is benne van, hogy új személyek megjelenhetnek a válogatottban, kíváncsiak vagyunk, mint ahogy a Fehér-Orosz mérkőzés is egy felkészülési mérkőzés volt, és a Böde Danit például ott néztük meg, és ott tett ránk jó benyomást, és ezért szállt be Törökországba. Így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek. Mennyire foglalkozol a hazai NB1-es mérkőzésekkel, és ezen belül is egykori szeretett csapatoddal, a Honvéddal? Abszolút. Tehát teljesen képbe vagyok, és képbe vagyunk. Ki is jársz meccsekre is? Teljesen. Tehát igazából nekünk az egyik ilyen feladatunk is, hogy nekünk napra kész, nagyon-nagyon sok információval kell rendelkeznünk ahhoz, hogy a megfelelő döntéseket tudjuk meghozni a válogatott kapcsán. Meg is van ez abszolút, felosztjuk egymás között a mérkőzéseket. Szinte minden mérkőzést látunk a hétvégén, vagy televízióban, vagy személyesen hárman vagyunk, ugye megyünk mindenhová. Őszintén megmondom, azért a stábon belül én vagyok a Honvéd felelős, tehát amikor így a kapitány úr is ugye tervezi, hogy ki hová menjen, akkor Józsi, Honvéd. Tehát abszolút képben vagyok. Meg lehet a harmadik hely a kupaindulás? Vagy az már erről felül lenne a Honvédnál? Hát a kérdésre válaszolva meg lehet, de egyetértek veled, az már erőn felüli. Tehát én azt hiszem és azt gondolom, hogy a Honvéd az idáig is nagyon-nagyon jó szerepelt, még engem is meglepett. Annak viszont nagyon örülök, hogy ehhez nagyon-nagyon sokat tettek azok a fiatalok, az akadémisták, akikre most már egyre nagyobb feladatot lehet rájuk bízni. A hétvégén is ugye láttuk a Nagy Gerit, a Vécsei Bálintot, sarkalás, gól, tehát Barát Boton. Tehát jönnek azok a kis tehetséges fiatal fiúk, akikre én azt mondom, hogy bátran lehet hozzájuk nyúlni. Na, tehát... Józsi, meg tudod mondani, hogy itt az olasz edző, ő az, aki szétnéz és azt mondja, akad, igen, tegyük be a fiatalt, vagy akár a tulajdonos az, vagy ki az, aki ezt a vonalat mozgatja. Azért kérdezem, mert vannak helyek, ahol pont ez a probléma, hogy van egy fal. A fiatal, feltörekvő csapat és a felnőtt csapat között, és nincs átjárás. Itt ki az, kinek köszönhető, hogy ezek a fiatalok megkapták ezt a lehetőséget? Konkrétan nem tudok erre válaszolni, tehát ezt a Honvéd berkein belül kellene megkérdezni, de biztos vagyok benne, hogy egy tulajdonosi szemlélet kell hozzá. Tehát egy tulajdonosi szemlélet ahhoz, hogy igenis ez a gát ne létezzen, ehhez igenis kell egy tulajdonos. Tehát kell a tulajdonos ahhoz, hogy ha ez a gát létezik, akkor ez egyben döntéseket kell hozni azért, hogy ezt a gátat leromboljam. Mert ez nyilván nem működik, hogy tényleg van két klubban, egy klubon belül. Az is érdekes, hogy egy külföldi edző van, tehát ő nem annyira kötődik a fiatal magyar tehetségek. Gondolom azt, hogy mindenképpen kell egy tulajdonosi szemlélet. Én nem tudom, tényleg honvédosoktól kellene megkérdezni, elképzelhetőnek tartom azt, hogy van egy koncepciója a csapat, tehát a klubnak, és ehhez kérték föl a Rosszinak a tevékenységét. Nekem most már nagyon-nagyon tetszik. Tehát volt idő, amikor igenis, hát őszintén megmondom, egy picit idegesített, hogy a Honvédban nagyon sok olyan ember van, akit a szurkoló nem is ismer. Most már nagy örömmel megyek ki, és ráadásul jól is szerepelnek, sokat Újpesten tesznek hozzá. Újpesten is pont ez a bajuk a szurkolóknak, hogy hallom, megyerültem. Nem tudom ezt hozzászólni a Honvéd kapcsán, mivel tényleg ott éltem közöttük, és ott sokat voltam kint. Abszolút ez volt az érzésem, de most ez változik, és jó irányba változik, és látható, hogy bátran lehet rájuk feladatot bízni. Nem rosszabbak, mint mit tudom én, most nem akarok senkit mondani. Zárásként fél percünk maradt. Lesz-e szabadságod a nyáron, vagy éppen a szeptemberi VB selejtező miatt most szó sem lehet ilyesmiről? Hát mindenképpen a kuwaiti mérkőzés után még ugyan nem beszéltünk erről a stábról, én biztos vagyok benne, hogy lesz.
Az, hogy fejben lesz-e, az már egy másik dolog. Tehát szerintem nem. Tehát azért az egész nyáron szerintem el lehet menni valahova egy kicsit kikapcsolódni, de hogy ott belül mindig ott lesz a bukaresti mérkőzés, abban százszerzalékig biztos vagyok, de hát ez így is van rendjén, tehát én ezt nem sajnálom, sőt örülök neki, mert egy futballedzőnek szerintem erről szól az élete, tehát itt állandó gondolatok jönnek, mennek szerintem a fejben. Aki nem így csinálja, szerintem az... Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, hogy meghívást én is. További sportosat. A Dino Sport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.